Az akkori design nagyon megfogta az ügyfeleket, és az első néhány hónap megrendelési állománya alapján arra következtettünk, hogy ez egy óriási sikertörténet lesz. Az Audi 100 darab limitált kiadású Audi TT RS Coupé ikonik modellel ünnepli az Audi TT 25 éves jubileumát Európában. A limitált sorozat csak úgy, mint valamennyi Audi TT modell Győrben, azaz az Audi Hungáriánál készül. A gyártás 25. évének alkalmából visszatekintünk a Győrben készülő, de hamarosan nyugdíjba vonuló Audi TT történetére. Az Autós Nagy Koalíció és a járműipar.hu által szervezett rangos versenyen az év magyar autója a zsűri külön díját is elnyerte. Én 98. március 2-án kezdtem az egyes TT-n. Az első időszakban még felraktak 5 autót hétfőn, és az pénteken talán legördült a szalagról. Aztán utána jött a sorozatgyártás, 13-ban lett ugye az utolsó generáció, az már itt az új gyárba, már teljesen magyar, minden eleme. TT-n először én a soron kezdtem, a hármas objektbe, aztán rövid időn belül checker lettem, tehát az autókat ellenőriztem az objektek végén. Aztán elkerültem ugye a TT-ről egy kis időre, és utána megint vissza. A szülésből, amikor még egyszer visszatértem, akkor már mint karcvadász, sérüléseket kellett kiderítenem, hogy hol sérültek, és ugye meg kellett akadályozni. A termelés 98-ban indult, és megmondom őszintén, hogy meglehetősen nagy kihívások előtt álltunk akkor. Egy új gyárban, egy új üzemben, új munkatársakkal egy teljesen új terméket kezdtünk el gyártani. Akkor még nem teljesen tiszta és definiált folyamatok mentén, csúcs minőségben. Ez egy óriási kihívás csomag volt számunkra. A TT igazából a bébink, és a TT-n keresztül váltunk felnőtt autógyártóvá. Rajta keresztül ismertük meg az autógyártás csinyát, binyát, tanultunk meg alumínium elemekkel bánni, tanultunk meg ferdekletővel rendelkező gépjárműveket gyártani. Tehát tulajdonképpen elmondhatom, hogy rajta keresztül váltunk profi autógyártókká. Három generációt vezettünk be, több mint 650 ezer autót gyártottunk. A három generációból kettőt a régi szereldénkben építettünk, még egy olyan konstellációban, hogy a lakkozott karosszériák komplett vagonokkal érkeztek Győrben, mi csak az összeszerelést hajtottuk végre, majd ugyanezek a vagonok szállították ki a készautókat. A harmadik generációt már ebben a teljes értékű autógyárban gyártottuk, és itt már a teljes gyártási mélység a mi gyárunkból kerül ki. A présüzem, a karosszérgyár, a lakkozón keresztül, az összeszerelésig bezárólag mindent mi csinálunk az autón. Egy 25 éves történetnek lesz vége, aminek az oka elsősorban az aktuális portfólióváltás az elektromobilitás irányába. Egyre inkább tapasztaljuk, hogy a belső égésű motorok iránt egyre kisebb a kereslet. Másrészt ez a kompakt kupé még inkább a kétajtós roadster verzió iránt egyre kevesebb az ügyféligény. Emiatt döntött így az Audi AG, hogy a TT-t kivezeti a termék portfóliójából, és a jövőben a tervezési és fejlesztési kapacitásait 100%-ba az elektromobilitás felé fogja irányítani. Az utolsó Audi TT várhatóan ez év végén fog legurulni a gyártósorról.